Bálint Csaba közgazdászt javasolja az RMDS a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsába. Az OTP Bank Románia makrogazdasági elemzője, a romániai Magyar Közgazdásztársaság tagja 1986-ban született Bihar megyében. Fiatalkora ellenére jelentős szakmai elismerések birtokosa. Bálint Csabát legpontosabb makrogazdasági elemzéséért a londoni székhelyű Consensus Economics gazdasági kutatócég is díjazta. Az utóbbi években Nagy Ágnes volt a jegybank igazgató tanácsának tagja az RMDS támogatásával. A képviselőház és a szenátus pénzügyi szakbizottságaiban kedden lesz a meghallgatás, ezt követően együttes plénumon döntenek a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának összetételéről. Korábban Călin Popescu Tăriceanu ALDE elnök azt mondta, hogy az RMDS által jelölt személy úgy lehet a BNR igazgató tanácsi tagja, ha a fő kormányerő szociáldemokrata párt átenged egy helyet a magyar érdekképviseleti szervezet javára.